Csirke Dániel, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának furulya játéka nyitotta az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett városi diátadó ünnepséget a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Házban. Az ünnepelteket és a vendégeket dr. Dániel Zoltán alpolgármester köszöntötte. A tehetséggondozás sokrétű feladat, amely abból indul ki, hogy mindenki egyedi és valamiben tehetséges, és a tehetség csirájának felismerésével folytatódik. Olyan magatartás formát jelent, amely időt és teret ad az új gondolatoknak, a problémák újszerű megközelítésének, és magától értetődően a sokirányú kreativitásnak. Az a tanár, aki jól ismeri tanítványait, saját szaktárgyánál többet lát meg képességeikből, könnyebben ismeri fel azt, hogy milyen az egyes gyerekek tehetségprofilja. Van, akinél ez a felszínen is azonnal látszik, másoknál a mélyben rejtőzik, és csak úgy derül ki, ha a szokványostól, mindennapitól eltérő tevékenységekben nyilvánulhat meg. Tehát a fiatalok teljesítménye mögött mindig ott van a tehetségsegítő szakember munkája is. A példát adni, motiválni tudó pedagógus szerepe nagyon meghatározó. A tehetség kibontakoztatásának pedig alfája és omegája, hogy a gyermek, a pedagógus és az iskolatípus légköre jól illeszkedjék egymáshoz. Ma a kimagasló versenyhelyezést elérő diákok mellett azokat a pedagógusokat is elismerjük, akik nem csak a kötelező feladatukat végzik el, hanem többlet energiát és többlet odafigyelést adnak. Akik munkájukat nem csak elvégzik, de feladatokat magas színvonalon igényesen látják el. Akik időt, energiát és fáradtságot nem kímélve egyengetik a tehetségek útját. Bízom benne, hogy általánossá válik az a társadalmi attitűd, hogy a tehetségek támogatása mindannyiunk felelőssége és egyben közös küldetése is. Persze nem egyszerű felfedezni a sokszor a megszokottól eltérő gondolkodás, magatartásforma és kifejezésmód mögött rejtőzködő tehetséget. Talán ebben segíthetnek I. és Gyula, Óda a törvényhozóhoz című versének következő sorai. Jogod tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály. Városunknak voltak és vannak kiváló szakemberei, nagyszerű művészei, akik dicsőséget hoztak és hoznak Salgótarjánnak. Hiszem, hogy az itt jelenlévő pedagógusok és tanítványaik az ő nyomdokaikon járnak. Salgótarján város ifjú tehetségeinek, művész tehetségeinek és a kiváló tehetséggondozó pedagógusoknak szívből gratulálok az elismerő címhez. Salgótarján megyei jogú város közgyűlésének rendelete alapján 4 kategóriában nyílik lehetőség elismerő cím adományozására, amelyek átadására az adott tanév végén vagy a következő tanév elején kerül sor. Salgótarján város ifjú tehetsége, Salgótarján város ifjú művész tehetsége és Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógus a kategóriákban díjazták a diákokat és felkészítő tanáraikat. Az ünnepség végén 2 díjazott, Mede Jázmin és Berec Bálint a Csönd éve volt című duettet adták elő. Ne beszélj, de sem kell, már a zenék sem azok, amik nehéz napokon végül is rólunk szóltak. Ez a Csönd éve volt, körül szállt korol, gyere hát legalább, te légy kicsi bolond.
A diátadó ünnepségről bővebb összeállításunkat a Háttér című műsorunkban láthatják.